104 rádió egy csak igazi mai sláger, mert kellemes hétvégét kívánok velünk történt magazinműsorunkat hallják. A stúdiónkban köszönthetem a Csava Gyöngye Kulturális Központ igazgató helyette Sétforcek Győzőt. szia győző, üdvözöllek! Szia, köszöntöm a hallgatókat! Hát köszi, hogy bejöttél, egy jó dologról fogunk beszélni, megint csak mindig van nálatok valami történés, most ugye az őszi művészeti hetek a témánk, ez ugye október 1-től november 28-ig. Na, egy összefoglalót már kérlek, mi lesz ez, vagy mi ez pontosan? Több szempontból is érdekes és más, mint az elmúlt években volt az őszi művészeti értekek egészen pontosan már szeptember 30-án elindult egy nulladik nappal, hiszen akkor Gulyás Bert az zongorokoncertjét koncertjét láthatta és hallhatta a közönség a hangversenyteremben. De hivatalosan igen, október 1 indul a zene minden évben, és ez egy bő, sőt, egy teljes két hónapot átívelő programsorozat november végén ér véget, és az exkluzivitása abban is rejlik ennek a fesztiválnak most, hogy két nagyobb rendezvényt is bemeltünk az őszi művészeti hetekbe, hiszen a Zenit Fesztivállal indul, október 3-án zárul, majd pedig november végén a terveink szerint ugye a országos társas Tensz bajnoksággal zárulna az őszi művészeti hetek. Nagyon komoly a program kínálat, és tényleg nagyon-nagyon jó rendezvények vannak nálatok. Térjünk már két egy picikét, ugye nem kerülhetjük meg ezt a második hullámot. Ez mennyire befolyásolja most ezeket? Nem egyszerűsíti a helyzetet, az biztos. Azért már valamilyen szinten mi is fel voltunk készülve erre, de hát azért mindenféleképpen kell módosítanunk, kell reagálnunk az adott szituációkra. Értem ezt úgy, hogy azért előfordult olyan, hogy zenekar lemondta a fellépést, vagy pedig akár valamilyen bérlő mondott le bizonyos rendezvényeket. Én úgy tekintek erre, amit nekünk kezelnünk kell, és amit szem előtt kell tartanunk, hogy van közvetlen és közvetett hatása is ezeknek a korlátozásoknak a Csaba gyöngyére. Közvetlen hatások ezek, amiket most említettem, hogy a létszámkorlát miatt, például, illetve az időbeni korlát miatt is mondtak le konkrétan fellépéseket, míg a közvetett hatása pedig az, hogy az emberek és az érdeklődők érdeklődőknek a száma visszaesett. Nekünk az az alapelvünk ezzel egy, hogy amit lehet, azt csináljuk a meghatározott kereteken belül. Tehát, hogyha valami kiesik a rendszerből, azt mi pótoljuk valami mással. A legfontosabb az az, hogy a ide látogatók, a csabagyöngyi belátogatók maszkot kell, hogy viseljenek a csabagyöngye teljes területén, és használniuk kell a két bejárati ajtónál kihelyezett készfertőtlenítőt. A termeket pedig igyekszünk úgy elrendezni, hogy biztonságos távolságban legyenek egymástól az ülőhelyek. És hát mivel a fő témánk az őszi művészeti ezzel is, ezzel kapcsolatban kerestek meg, hogy gyere be hozzám a stúdióba. Még egy pár érdekességet, pár nagy nevet, mondj már kérlek, hogy mire számíthatnak a hozzátok érkezők. Igen, ez fontos, hogy említetted, hogy hiába van ilyen helyzet, a nagy nevekkel mindig igyekeztünk feltölteni az őszi művészeti azért ez most is így van, hiszen például október 23-án érkezik hozzánk az ismerős arcok zenekar a Csaba ugye multifunkciós termébe, november közepén pedig november 19-én egészen pontosan pedig Konzsuzsa érkezik hozzánk. Emellett fontos kiemelni, hogy mint az összes fesztiválunk, a lehető legtöbb műfajt, a lehető legtöbb stílust megpróbáljuk felvonultatni a Csaba Gyöngye színpadán. Lesz tánc és lesz könnyű zene, lesz klasszikus művészet, lesz komoly zene, és ami még nagyon fontos, hogy a helyi tehetségeket, a térsébeli tehetségeket is igyekszünk bemutatni a közönségnek, mint ahogy azt általában a nyár folyamán szoktuk megtenni. Így például ellátogat hozzánk a 70-szer, zenekar, vagy például a lackás és a banda. Nagyon szépen köszönöm, Győző, hogy bejöttél, és mindezt elmondtad a hallgatóinknak. Akkor további jó munkát, jó fesztivált, jó programokat nektek, és jó egészséget. Köszönöm szépen, viszont kívánom mindenkinek. Velünk történt magazinműsorunkat hallják a 104 Rádió egyen Forceg Győzővel, a Csabagyonyi Kulturális Központ igazgató helyettesével beszélgettem. Hamarosan folytatjuk, maradjanak!